Kozár Michelin város önkormányzatának képviselőtestülete az elmúlt testületi ülésen 3 új rendeletet fogadott el. Mik ezek a rendeletek, illetve miért volt szükség ezek megalkotására? Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Így van, ahogy szerkesztő úr mondja, 2012. novemberi testületi ülésen 3 új rendeletet fogadott el Kozár Michelin város önkormányzatának képviselőtestülete. Ezek között talán a legfontosabb és a lakosságot leginkább érdeklő az építményadó rendelet, amelyet 2013. január 1-i hatállyal vezetett be Kozár Michelin város önkormányzata. Mindjárt az elején leszögezném, hogy a 2013-as évben 0 forint lesz az adó mértéke Kozár Michelinben. Ez azt jelenti, hogy az adott évben, tehát 2013-ban nem is változtatható, nem is emelhető az adó mértéke. Az önkormányzatnak egyértelműen az a célja, hogy a lehetséges mértékig, illetve amik csak tudja, ne terhelje Kozár Michelin város lakosságát egy újabb helyi adóval az önkormányzat, azonban rákényszerül a képviselőtestület is a mostani gazdasági környezetben, hogy egy ilyen rendeletet megalkosson. Mennyire ritka vagy gyakorli, hogy a településeken helyi adókat vetnek ki, hiszen Kozár Michelinben ez nem volt jellemző? Igen, hát ahogy körülnézünk az országban, illetve a környező településeken, azt tapasztaljuk, hogy sokkal több helyi adót alkalmaznak más önkormányzatok. Szinte ritkaság számba ment, hogy Kozár Michelinben az országos központi adónak minősülő gépjármű adó mellett csak egyetlen helyi adó nem, az iparűzési adó volt, illetve van a településen. Azonban mind a közeli nagyvárosban, mind sok egyéb településen vagy kommunális típusú adókat vezettek be helyi adóként. Ezek olyan típusú adók, amik mindenkire egységes mértékben vonatkoznak, és a település fenntartásához, üzemeltetéséhez járulnak hozzá a lakosok, vagy pedig ingatlan típusú adót vezettek be. A Kozár Michelini képviselőtestület úgy látta, hogy kommunális típusú adót nem kíván bevezetni egyelőre Kozár Michelinben. Az ingatlan típusú adók között pedig az építményadó kivetése mellett döntött. Erről azt kell tudni, hogy nem valamennyi ingatlant érinti az adókötelezettség, csak az építményeket, tehát a földterületek, zárt kertek, illetve egyéb hasonló ingatlanok, azok nem adókötelesek. Hát, hogyha kicsit megállunk és belegondolunk abba, hogy melyik egyszerűbb vagy bonyolultabb, akkor egy egységes kommunális adót egyszerűbb lett volna létrehozni, illetve megalkotni, ugyanis szabályozásával, rendeletileg, kedvezményekkel, mindenféle paramétereivel sokkal bonyolultabb lehet egy ilyen ingatlan adó. Igen, valóban ez így van, ahogy szerkesztő úr mondja, viszont a képviselőtestület azt az álláspontot foglalta el, hogy az ingatlanok, az építmények pontosabban hasznos alapterülete, négyzetméterben számított hasznos alapterülete alapján, mindenkinek a négyzetméter alapján kell ezt az adót bevallania, illetve megfizetnie. Tehát ahogy a riport elején is említettem, a 2013-as évben csak egy bevallási kötelezettsége lesz a lakosoknak, fizetési kötelezettsége nem. Ez ténylegesen úgy fog megvalósulni, hogy 2013 első negyedévében a polgármesteri hivatal valamennyi helyi lakosnak, illetve hát építmény tulajdonosnak egy bevallási nyomtatványt fog elküldeni. Kötelezettsége lesz valamennyi tulajdonosnak ezt visszaküldenie határidőre, hiszen a bevallási kötelezettségét azt teljesítenie kell minden érintettnek. Ebben kitöltve, hogy milyen típusú építménynek a tulajdonosa, illetve az hány négyzetméteres. A rendeletünk szerint az adó, az építményadó vonatkozik a lakás céljára szolgáló építményekre, ezen kívül a nem lakás céljára szolgáló, például vállalkozási építményekre is, ezen kívül a gépkocsi tárolókra, tehát a garázsokra, értem ez alatt a teremgarázsokat is. Ezen felül szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási, kulturális és sport intézmények céljára szolgáló építményekre is. Tehát valamennyi építménytípus esetén 0 forint az adó mértéke, azonban az ingatlan hasznos alapterületét azt kötelesek a polgárok bevallani.
Az ingatlan hasznos alapterületével kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmet, hogy a négyzetméter számításnál figyelembe kell venni az ingatlan teljes alapterületének azt a részét, ahol a belmagasság legalább 190 cm. Ezen felül a teljes alapterületbe többek között be kell számítani az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók, mint például zárt erkélyek, fedett erkélyek, illetve lodzsák alapterületét, a fedett terasz, illetve a tornác alapterületét, ezeket 50%-ában kell az alapterületbe beleszámítani, míg abban az esetben, ha a lakások esetében pince szinten kialakított helyiségek vannak, ott az alapterület 70%-át kell a teljes alapterületbe beszámítani. Arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezt a bevallási kötelezettségét a következő évben határidőre teljesítse, és akkor ezzel eleget fog tenni a jövő évben az adó kötelezettségének az építményadó tekintetében. Milyen tervek vannak továbbiakban erre az adóra? Hiszen most úgy határoztak, hogy 2013-ban 0%-kal, 0 forinttal adózik. A képviselőtestület ülésén elhangzott hozzászólásokból az tűnt ki, hogy voltak képviselők, akik egyáltalán nem támogatták, hogy ez az adó nem ilyen formában is bevezetésre kerüljön, azonban a többségi álláspont próbálta azt hangoztatni, illetve hangsúlyozni, hogy addig, amíg Kozár Miselyny város költségvetése, illetve az általános gazdasági környezet lehetővé teszi, hogy ne kelljen ezt az adómértéket a 0 forintnál magasabb szintre emelni, addig ezt mindenképpen a Kozár Miselyny önkormányzat megpróbálja tartani. Az adótörvény szerint tárgyéven belül évközben nem lehet adómértéket emelni, tehát 2013. december 31-ig biztos, hogy 0 forint lesz ennek az adónak a mértéke. Azt a képviselőtestület majd nyilván a jövő év gazdasági környezetének figyelembevételével fogja tudni eldönteni, hogy adott esetben 2014-től megemeli ezt az adómértéket vagy sem, tehát erre még most konkrétan nem lehet nyilatkozni. Miért fontos a lakosoknak benyújtani ezt 0 forint esetén is, illetve ha nem gyújtják be, akkor milyen szankciókra számíthatnak? Igen, tehát attól függetlenül, hogy az adófizetési kötelezettsége nem áll fenn a lakosnak, az adóbevallási kötelezettsége fennáll. Azért szeretnénk kérni, hogy a lakosok ezt tegyék meg, mert az önkormányzat ezzel egy megfelelő nyilvántartást fog tudni készíteni, egyfajta szondáztatása lesz ez a településen lévő ingatlanoknak. Amennyiben önként nem teljesítik határidőre ezen bevallási kötelezettségüket, bírság kiszabására is sor kerülhet, ezért kérem az önkéntes teljesítésre az érintetteket. A másik rendelet a civil szervezetek támogatásáról szólt. Minden évben támogatta a civileket Kozár Miselyny önkormányzata. Miért fontos, hogy ezt is rendeletben tegye? Az önkormányzatnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a meglévő rendeletei hatályosulását, illetve azt, hogy milyen olyan területek vannak, amelyek érzésünk szerint nincsenek kellően szabályozva. Ez a terület volt az utóbbi évben a civil szervezetek és egyesületek támogatásának területe, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy egy olyan keretrendeletet fogad el, ami általánosságban meghatározza annak a rendjét, hogy a következő évtől hogyan működjön a civil szervezetek és egyesületek támogatása. Tehát ez a rendelet konkrétan nem összegek elosztásáról szól, hanem egy meghatározott eljárásrendet határoz meg. Ténylegesen ez úgy fog működni a jövő évben, hogy amennyiben az önkormányzat képviselőtestülete megalkotja február hónapban az éves költségvetését, azt követően egy pályázati felhívást fog a helyi egyesületek, civil szervezetek részére megtenni, és egy pályázati adatlapon egy formanyomtatványon nyújthatják be a korábbiakhoz hasonló rendben az egyesületek a támogatási kérelmüket. Ezeket a kérelmeket az illetékes bizottság, önkormányzati bizottság véleményezése után, itt a kulturális bizottságra gondolok,
a képviselő testület fogja elbírálni, és nagyon fontos új elem a rendszerben, hogy egy támogatási szerződést fog a támogatott egyesülettel az önkormányzat kötni. Ebben a támogatási szerződésben szerepelni fog, hogy milyen célra használhatja fel ezt a közpénzt az adott civil egyesület, amellyel el kell számolnia. Eddig is volt egy elszámolási rend, viszont ezt is most pontosabban leszabályoztuk, hogy a tárgyévet követően egy szakmai és egy pénzügyi beszámolót kell a civil szervezetnek, illetve egyesületnek készítenie, ténylegesen felvázolva, hogy mire használta fel ezt az összeget, milyen programokat, rendezvényeket szervezett az adott évben. A támogatás odaítélésénél néhány olyan szempontot határozott meg a rendelet, amelyet figyelembe kell venniük a pályázóknak. Mindenképpen nélkülözhetetlen, hogy az az egyesület adhat csak be pályázatot, akinek a bejegyzett székhelye Kozár-Miselyváros város közigazgatási területén van, illetve az is szempont, hogy tevékenységét vagy kizárólag, vagy pedig elsősorban Kozár-Miselyváros város polgárainak érdekében végzi. A pályázatot benyújtónak figyelemmel kell lennie arra is, hogy legalább egy éve ténylegesen működjön, tehát nyilvántartásba vett hivatalos szervezetként kelljen működnie, és ne álljon fel köztartozása, valamint az önkormányzat felé fennálló tartozása. Ezeket a szempontokat figyelni fogja a pályázatok elbírálásánál az önkormányzat. Elsősorban olyan szempontok szerint fogja elbírálni majd ezeket a pályázatokat a képviselőtestület, amiket szintén a rendelet meghatározott, hogy hány programot, rendezvényt szervez az adott évben a civil szervezet vagy egyesület, a város rendezvényein milyen szinten vesznek részt, milyen taglétszámmal működnek, adott esetben az ő általuk szervezett programok milyen érdeklődésre tartanak számot, és hány főt néző közönséget vonzanak. Tehát ezek is lényeges szempontok lesznek. Ezen feltételeknek megfelelően kívánja ezen rendben támogatni a helyi egyesületeket, civil szervezeteket a jövőben az önkormányzat. Vélhetőleg a 2013-as támogatások odaítélésénél már ezek a szempontok fognak dominálni. Mikor és milyen módon lehet majd igényelni ezeket a támogatásokat? Mikor lehet pályázni ezekre? Az éves költségvetési rendeletét az önkormányzat általában február hónapban alkotja meg, és azt követően legkésőbb május 31-ig kell kiírnia a pályázatot a képviselőtestületnek, de hát a gyakorlat is azt mutatja, hogy amint a költségvetési rendeletet elfogadja a képviselőtestület, várhatóan az azt követő hónapban a pályázati felhívások megjelennek, ezeket a megfelelő fórumokon, mind a helyi médiák, sajtóhonlap útján természetesen közzétesszük. Úgy szintén közzétesszük azt az adatlapot, aminek felhasználásával a pályázók benyújthatják ezt a támogatási kérelmet. És egy harmadik rendelet, amit újonnan alkotott a Kozár-Miselyváros önkormányzat, ez pedig az évenként megújítandó Burza Hungarika pályázattal kapcsolatos, ami már sok éves múltra tekinti vissza. Itt is felmerül a kérdés, hogy miért szükséges ezt is egy rendeletben szabályozni. Igen, itt is úgy láttuk, hogy szüksége lehet annak, hogy egy pontos eljárásrend legyen, amely valaki valamennyi érintett számára tiszta és egyértelmű környezetet teremt. Ezért léptette hatályba a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendeletét a képviselőtestület. Itt is nagyjából azokat a szabályokat fektettük le, amik az eddigi gyakorlatnak megfeleltek. Ez a rendelet az talán, ami az eddig ismertetett három rendeletből a legkevesebb újdonságot tartalmazza, viszont rendeleti szinten garanciális szabályokat fektet le. Elsősorban a pályázatok benyújtásának rendjét, az elbírálás módját, a jövedelmi vagyoni viszonyok figyelembevételének szükségességét szabályozza ez a rendelet.
az az összeg, ami megállapítható egy felsőoktatásban résztvevő hallgató esetében, az 3000 és 5000 forint közötti havi összeget jelent. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a képviselőtestület minden évben a költségvetésében határozza azt meg, hogy milyen összeg osztható le, vagy osztható el az érintettek között, és a Szociális Bizottság fogja konkrétan ezeket a pályázatokat elbírálni, illetve az összeget meghatározni. Annyi az érdekessége a Bursa Hungarika támogatási rendszernek, de ez évek óta így van, hogy ez gyakorlatilag tanévekre vonatkozik, és ennek megfelelően kerülnek kiírásra a pályázatok. Az idei évben egyébként a rendelet figyelembevételével kerül sor majd a pályázatok elbírálására. Már megjelentek az ősz folyamán a pályázati felhívások, és az érintettek be is adták a pályázatukat. Úgyhogy ezt a rendeletet fogjuk a jövőben alkalmazni. Köszönjük szépen! Köszönöm.